Na hát üdvözlök minden kis rácok, én Dani vagyok, és itt vagyok egy következő videóval, ebbe a videóba. Egy Brashcraft nevezető youtuberre fogunk reagálni. Amit tudni kell róla, hogy van 423 feliratkozója, és én nem akarom lelőni a poént. Maradjatok itt a videóba velem, és akkor megtudhatjátok az igazat. És ha akartok még ilyen reakció videót, írjátok le kommentbe, és hogy milyen videóssal csináljam meg, vagy úgy ért, vagy kire reagáljak, melyik, milyen videósra, csak remélhetőleg legyen magyar videós. Na itt van 30 videó, és akkor 423 feliratkozó. Ez nice amúgy. Szóval taps-taps neki. Hát itt nincsen igazából indexkép, még ilyesmi, itt is PGT Dani utánzat. De majd erre rátérek. Na! Az utálóinak live, tehát indexkép nem váltott volna ide, de mindegy, oké. Szóval hallgass meg, hát 31 perces, de igazából a lényeget le fogjátok tudni szűrni, még úgy fogom vágni direkt ezt a videót, hogy a lényeget le lehessen szűrni az egészből. Ugye, és Brashcraft, hogyha most ezt a videómat fogod live-olni, élőbe vagy videó, visszareagálni, csinálsz egy live-ot erről a videóról, a kedves Brashcraft nézőknek mondom, hogy Brashcraftot nem utálom. Nem utálom, ez csak egy reakcióvideó, véleménykifejtés. Nem fogom letámadni. Szóval aki Brashcraft néző, ne jöjjön, ne szálljon rám, hogy hú, te meg én csak olyan nézd a Brashcraftot. Nem utálom. Nem utálom, mert csak ez véleménykifejtés. Szóval nem kell engem ocsmárolni. Csak így előre mondom, mert ja, kezdődjön a videó. Hát, nem mondom, hogy azt játszok, hogy ez utálomnak szóló live. Egy jó tanács! Live-otban ne nézd vissza a live-ot, mert úgyha le van húzva a live-otba a hangerő. Szóval akkor én streamelek, és csak úgy szoktam nézni a live-ot, kizárólag, hogy le van némítva. Na figyeljetek, srácok, szóval az után jönnek live. Ami azt jelenti, hogy ti most itt naipa, írjátok itt nekem, te nem is egy videót nem is egy videóm alá láttam már, hogy ilyeneket írtál, és nem tudják, nagyon idegesítő, és nagyon rossz, tehát nagyon rossz. Kicsit meg egy is, de figyelj! A few moments later. Jó, szuper. Hallod, te kopizd, szíves, ne kopizd. Jó, hát. Rengeteg olyan komment jön ide, hogy csaló, meg milyen hülye vagyok, meg ilyesmi. Hát olyat nem láttam, hogy hülye. De biztos igazad van. És igazából... De amúgy biztos jönnek olyanok, csak vagy nem tudom. Ez nem is olyan nagy, szerintem ez egyáltalán nem csalás. Tehát, hogy az mióta csalás, hogy én megcsinálok egy sorozatot. Az... Na jó, várjál, ezt hallgassam. Ez mióta csalás? Tehát, hogy az mióta csalás, meg az, ez egyáltalán nem... Stop me, please! Ebben igazad van, hogy nem csalás, mivel ebben mi lenne a csalás. De kopi! Az egész csatád egy PGT Dani kopi. Nem akarok megsérteni téged, Brashcraft. De az egész csatád egy PGT Dani kopi. Te ellenkezel az ellen, hogy PGT Dani kopi. De az. Mutatom a bizonyítékaim. De vannak bizonyítékaim. Nem csak levegőben beszélek. Vannak bizonyítékaim is. Már is mutatom őket. Hasonlítsuk ezt a PGT Dani meg a Brashcraftnak a csatornáját. Mit tűnhet fel legelőször? Ugyanaz az indexkép. Szóval egy az egyben ugyanaz, ki is nagyítom nektek. Itt van ez a PGT Dani, és ez a Brashcrafté. Ugyanaz. Itt annyi, hogy van egy kis fehér kör, nem tudom miért, de igazából ugyanaz. Látjátok, ki egy kis fehér kör, ami nem is látszódik, szóval ugyanaz az indexkép teljesen. Dani, menjünk be a Daninak a névjegyébe. Igen. Itt a csatorna, Dani, PGT Dani, ugye az alapcsatorna, Dani Game, Dani Minecraft és Dani Kalandok. Nézd meg a Brashcraftnak a névjegyét. Brashcraft, Ricsi Game, Ricsi Kalandok, Ricsi Minecraft. Ez csak nekem gyanús, hogy szinte ugye azok a csatornái vannak, mint PGT Daninek. Más nevük. Oké, most erre mondhatnád Ricsi, hogy nem kopi. Kopi. Ricsi Kalandok, Dani Kalandok. Ricsi Minecraft,
Dani Minecraft és Ricsi Game, Dani Game. Ugyanaz, csak megváltoztattad a nevet a Ricsire, úgy a nagy száma. Szóval mondhatni, hogy félig kopi, mivel nem te magad vetted az ötletet. Minden reggelt mondtam a Minecraftban, az PGT-nek nincs. De viszont ott az index kép egy gombóc. PGT Dani kopi. Gombóc. Aki PGT Dani szokta nézni, én néha szoktam nézni, az tudja, hogy van egy olyan háziállat, azt hiszem, hogy gombóc, aki a macskája, nem nagyon vagyok képbe ezzel, de azt hiszem, igen. Szóval ez is kopi. Ez a gombócos téma. Szóval nem minden. Például az a feleségem neve a Minecraftban, az nem. Egy barátság vége a Minecraftban, este 2, az gyors menni. Igen, kopi. PGT Dani, itt van, látjátok PGT Dani, feltöltött egy videót, hogy egy barátság vége a Minecraftba hashtag 2. Erre egy barátság vége a Minecraftba hashtag 2 Breshcrafttól. Nem pont ugyanaz a tartalom, azt elismerem például PGT Dani, nem néz meg a videót, de hát alapból látszik, hogy kicsit azért már másabb. Szóval másabb, de akkor is kopi. Kipi. Ez az index kép is, hogy a gonosz testvérem, az is PGT Danitól, mert láttam az egyik, hogy hívják, YouTube bejegyzését, úgymond. És ugyanaz az index kép volt. Szóval, és ez a PGT Dani intro! Szóval itt izél nekem, hogy izél, hogy nem PGT Dani kopi. Semmi nem PGT Dani kopi. Nézd meg az egyik videóját. Nem teljesen, csak az intróját. Érezzétek át a törődést, csak érezzétek át. Nem PGT Dani kopi, nem PGT Dani kopi. Mindenki meditáljon, jó? Mindenki, aki a monitor előtt ül, meditáljon. Ez nem... Mindenki kell mondom, lebetűzöm a képernyőre. Ez nem PGT kopi. Olyan csak irónia van. Persze, hogy PGT Dani kopi, nézzétek már meg. Ez kurvára PGT Dani intro. Csak sokkal rosszabb minőségben, mert sokkal rosszabb hangminőségben. Bazd meg, fütyül, és oda nyíl, hogy Breshcraft, van kép ehhez. Itt nézzétek. Ez kurva jó intro amúgy, de ez, amit a Breshcraft létrehozott, ez egy sokkal rosszabb... Fülem! És mindegyik videójában ez, és mindig más. Nem az, hogy legalább adok egy jó tippet, ha már nagyon kopiznak a Dani, csináld az, hogy törzsd le az egyik videóját, és vágj ki belőle az intrót, és akkor legalább jobb minőségű lesz. De legalább ne, mert tönkre vagy a fülem, és akkor nem tudok nektek videókat gyártani, de akkor köszönhetitek Breshcraftnak, mert tönkre tette a fülem. És viccel kívül, majd nézzük tovább. Tehát nem úgy kopizok, tehát ez Henny is megmondja, majd mindjárt jön. Ez egyáltalán nem kopi. Tehát, hogyha valaki kopizik, az nem én vagyok, szóval. Én tényleg nem kopizott, bocs, én értettem félre, akkor te csináltad a intrót, te csináltad a indexképet, te csináltad a videóötletet, te csináltad a Dani, a Ricsi kalandok csatornádat, és úgy értve, hogy te csináltad, de te magad, úgy értve, hogy te magad találtad ki a címét, hogy például PGT Daniról nézted rá, és el tudom képzelni, hogy most PGT Dani csatornát nézed, és YouTube-ben szeretnék lenni, milyen csatorna lenne, Breshcraft, Dani Klon csatorna, Dani Minecraft, Ricsi Minecraft, Dani Kalandok, Ricsi Kalandok, szóval nem mondd, hogy te magadtól kitált egy Ricsi Kalandok,
Ricsi Game, vagy Ricsi faszom tudja milyen csatornát. És teljesen felesleges. Peggy Tétől azért van több csatornája, mert ő híres youtuber. De neked itt van 423 feliratkozód, a többi csatornát azt hiszem csak 9, 10, 15. Felesleges. Ráér akkor, amikor lesz 1000 feliratkozód. Hogy én milyen hülye, meg minden szóval. Ezt én nem láttam, hogy ilyet írtak volna, de hiszek neked. De amúgy jó, ez tényleg nem szép dolog. Nem vagy olyan hülye. Na, ennyi, tehát ilyeneket én ide kommentbe is, tehát hogy... De legalább egy kézzel fogható bizonyítékot tudsz adni, vagy csak egy pizzész. Most azt tudják rám, hogy hülye, még ilyesmi. Mutass egy konkrét bizonyítékot. Ha most én ezt mondom nektek, hogy engem hülyének neveznek, én megmutatok egy screenshotot, hogy tényleg valaki azt hitt, hogy hülye. Nem az, hogy itt dumálok, és akkor ennyi. Kézzel, nem, jó, nem kézzel fogható bizonyíték, de értettek, hogy értem, legalább szemmel látható bizonyíték, mert nyilván nem kézzel fogható, de szemmel látható bizonyítékot. Mutasson már. Adjunk rá. Nyissátok meg, srácok. Nyissátok meg. Na, igen, várjál, én is megnyitom, jó? És akkor neki is volt ilyen, ne sértékesítek a youtubereket. Most a youtubereket, az úgy érted a youtubereket, hogy pedig csak a Brashcraftot, nem tök mindegy amúgy. Sziasztok, srácok! Én Crafting Robik, és üdvözlök mindenkit egy újabb videóba. Ebben a videóban pedig beszeretnénk nektek mondani valamit, amit soha ne csináljatok, youtuberek! Jó, tök mindegy, most nem hozzád jöttünk, most a Brashcrafthoz jöttünk kritizálni, meg ilyesmi. Meg véleményt nyilvánító, utána jöhetsz te is, várt ki a soron. Hogy hívják már a fiókát, youtube fiókát. Menjétek, itt van, ne sérgessétek a youtubereket, nézzétek meg, srácok! Ja, szóval... Figyeltek! Figyelünk! Sziasztok, srácok! Én Crafting Robik, és üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ebben a videóban pedig beszeretnénk nektek mondani valamit, amit soha ne csináljatok youtubereknek. Mert ez rohadtul megváltó tud lenni más youtuberek számára. Kezdjük! Plevo, van a Brashcraft? Na! Szóval most youtuberekkel vagy a Brashcrafttal? Akkor legalább így beletszem, hogy legalább... ne bántsátok Brashcraftot. Ne csináljátok youtubereket. Például Brashcraft. Micsoda véletlen, hogy pont a Brashcraftot hoztad föl. Ez van véletlen, vagy pedig direkt. Szóval most konkrétan a Brashcraftra akarsz kitérni, akkor írd be a címbe, hogy ne bántsátok Brashcraftot, ne pedig a youtubereket. Mert ez nem többes szám a Brashcraft. Tudtom már. Aztán ki tudja? Ez most Brashcraftnak, hanem a nézőinek. Na, Brashcraft nézőinek! Aki eredeti nézői az maradjanak ott, azoknak nem is kéne nézni ezt a videót. Hát akkor minek nézem ezt? Én nem... Minek a reakció videót csinálom? Na. Utálóinak szól. Mert én nem vagyok utáló, nyilván én pártatlan vagyok, na mondjad. Kedves utáló. Igen. De ne pont a neked, jó, ezt muszáj megnézni, de pont, de legalább, te drága, egyetlen, kicsi, töpörödött Brashcraft, vagy bocsi, Ricsi, ha bár azt mondod, hogy nézzétek a videót, akkor legalább mutasd meg a teljes videót, na az, hogy a felén állíts meg, hogy azt tudják, mi a lényege. Kedves Robi, elkezdte magyarázni a dolgot, Brashcraft meg a mondat felén pedig így, oké, hallottátok ennyi. Oké. Mindegy. Hát akkor, srácok, ez van. Majd legközelebb. De amúgy, már, bocs, hogy ezt mondom, de nem hülyézem le a gyereket. De most képes, most tudja, hogy kopiz a PGT Dalit, hogy tudja, és mégis rákeres a PGT Dalira, és ott a utolsó harc a gyermekemmel, és neki is volt egy ilyen videó, ami utolsó harc a barátom a gyermekemmel, és akkor ez egy hülye is rájön a bocs, kopi. Hát, bocsánat. Igen, utolsó harc a barátom a Minecraftba. És PGT Dalinak utolsó harc a kutyámmal a Minecraftba, vagy mi is volt? Már nem emlékszem, de előbb mutatta. Szóval, majdnem ugyan csak átalakította a címet. De attól ugye, hogy kopi, félig meddig. Utolsó, megcsípett, ami elment a hangom a Minecraftba. Mit legyen ez? Soha ne legyen Gögyi túlni a Minecraftba. Igen? Elment, megcsípett a helyét. Izé, PGT Dalinak van ilyen izéje? Mert én most nem tőleg, én most nem akarom PGT Dalinak zaklatni, senkit nem akarok zaklatni. Mindenki jó videós. Jó, oké. Olyan videó tényleg nem volt. De csomó... Mondtam. Indexképed. Minden, szinte minden, a csatorna név is PGT Dalitól származik.
csatornakép is. Mondom, jöhetsz azzal, hogy hát de az öröcsi kalandok, az a Dani kalandok, az más. Tőle kapisztad akkor is. Cím, indexkép, szinte ugyanaz minden. Max egy-két videód, ami nem annyira kopis, amit te találtál ki, de abban a 30 videóban szerintem kb. 20 PGT Dani kopi. Nem tudom. Videózom, folytassam. De PGT Dani van valahol ilyen videója? Nem kell felborulni, nyugodjál már lehet. Mi? Elmegy a hangom a Minecraft-ba, vagy valami ilyesmi? Ezt is tudom. Ezt is tudom. Nem, akkor meg. De csomó kopisodod van akkor? Hát úgy jó, hogy csomó kopisodod van. Most ott ilyen vékony hangon fogok beszélni. Nem fogok leiratkozni, mert jók a videó. Jó, hát. Az a legjobb. Ez a legjobb. Van 100 000. Valami. Van aztán 100 000 valami. Ez a reklám a legjobb a videóban, komolyan. Csak ezért menek lájkol amúgy. Aj. Én elmondtam. Ha jött tesó, gyere egy félsz, ha mersz. Na, éneket írni, egy fél egy. Azt már, amúgy így kommentbe könnyű leír, hogy hú de hülye vagy ember. Ó, én még ilyen hülye gyereket nem láttam. De... Jó, megértem, nem sértegetlek, de miért kopizott Danit? De pontosan, ő meg tudja a lelke mélyén, tudja, hogy kopizik. Bár lehet, hogy nem is tudja, hogy kopizik, vagy lehet, hogy csak csöld tartanak, azt nem is tudja, hogy kopinak nevezik. Ki tudja? De amúgy szerintem tudja, hogy kopi már. Állítólagosan 12 éves is rátsz. 12 éves észre csak fel lehet fogni, hogy mi az a rohadt kopi, ha már elosztod a YouTube-nak a szabályzatát. Ha nem, akkor menj oda, barátom, és hozd a YouTube-nak a szabályzatát. Na, ezt értelmezzed, jó? Tehát, hogy ilyeneket kérni? Téti Dani, nem tudom. Az a világ megváltó. Az a komment fogja megváltani egyszer a világot. Tehát mindennek csak nektek, amit csak kell. Igen? Szinte 8 órától reggel 6-ig, 7-ig fent vagyok, hogy... Akkor te elég beteg ember vagy. Na, számoljunk! Egy, meg egy, az kell. Nem amúgy. Mit mondod? 8-tól 7-ig? Eljárt, számoljunk. 8, 9, 10, 11, éjfél, hajnali 1, hajnali 2, hajnal 3, hajnal 5, akkor napi 12 órát dolgoz a videóvágással? De nem látom a videóidban vágásokat, mindjárt megnézzük, de... Oké, okay, azért nincs gond, hogy sokat dolgoz a videóid, de az jó, de ne este, mi az, hogy nem alszol? Azért attól függetlenül, hogy a YouTube csatát az egészségedre figyelni kell. Meg tudjam várni ezt a hülye videókat nektek, és tényleg... A hülye videókat hallod, a nézőnek elmond... Most mit szóltak hozzá? Én... Így köszönnék be! Sziasztok, ez egy szar, trash videó! Itt ez a szar videó, nézzétek meg! Szar videó! Napi 4 órát dolgozok vele, tiszta szar, nézzétek meg! Igazából olyan nem érdekel, hát most... Basszus, mit kapok érte, csak 200 feliratkozó? Nekem 1000 is járna! Hát basszus, mi ez a szar? Hát... én feladom készen. Semmi értelme. Egyszerűen ennyit kapok, egy nagyság. Csak ennyi? Csak mi is adom semmit? Basszus, te feliratkozod vagy, mint nekem, és te alig vágsz! 423, mert PGT Dani jellemű tartalmat csinálsz, ami full copy. Bocsánat, én azért jobban vágok, mint ő. Most nem sétészből és nem dicsekvésből mondom, de ez egy igazság. Én filmorával vágok, ő ha vág, akkor valami mobizen, nem tudom mi a franccal. Seki van 423 feliratkozója, úgyhogy nincs, hát van gépe, de nagyon gyenge, és nem is gépe videózik. Telefon videózik, 423 feliratkozó. És akkor ilyen keveset kapok. Basszus, nekem van csak 200 szabam ember. Aminek én örülök, csak most... Viszont csak ennyit kap. Hát... Na, nézem a csatornát, volt olyan egy nap 100 feliratkozó. Ez tök jó. Nem tudom, mit nyavajog amúgy. Te mit kapod, de most tényleg? Tehát, hogy én még ezt nem értem. Ezt nem értem meg. Én se téged. A sorozatat kopíztad a gonosz igeltestvérét. Na ez lefordítom magyar nyelvre. PGT Dani sorozatát kopíztad a gonosz Iker testvér sorozatát. Valahogy így. 12. Az a sorozat kopíztad a gonosz Iker testvérét.
Jó, de én nem ugyanúgy elkezdtettem meg. Az lehet, hogy én azt elvettem tőle, mert tetszik az ötlet, és én azt elkopizom tőle. Akkor töltsd már el! Srácok! És akkor kopizi? Vagy nem kopizza? Mert eleinte írták neki live elé, hogy kopizom téged, én nem kopizom. Oké, hogy kopizom. De hát én csak elveszem tőle az ötletet. Bármint valahogy így. What? De ez nem azt jelenti, hogy én ugyanazt csinálni. Ugyanazt fogok csinálni, mint hatám, ugyanazt. Mindjárt vagyok sár... Oké, de a sorozatnév ugyanaz, a indexkép ugyanaz. Valami egyediség is lehetne. Intro is ugyanaz. Legalább lenne egy saját introd, saját indexképed, saját csatorna. Jó, a Brás kapta saját csatorna, sem arról beszélek. Például az a Ricsi kaland, meg ilyesmi, az nem saját csatorna, szóval az így kopi csatorna, mind, de ez a Brás kapta az eredeti. Gondolom. Szóval, ja, de igazából, hát, ez a Gorosi kettes, oké, máshogy csináltad meg, de akkor is kopi az csatorna. Csatorna? Videónév. Akkor legalább más adtál volna, mert például, most rámegyek az én csatornámra, csak így példaként, például itt van Zsegó legendák nyomában, itt van legendák nyomában, meg ilyesmi. De nekem volt egy hasonló sorozatom, vagyis hát még folytatódni fognak, ugye csak még készülőben van. Nos, akkor itt az én sorozatom legendás lények nyomában, Minecraft Survivor. Mert nem akartam, hogy ugyanaz a név legyen, mint a Zsegóné a legendák nyomában. Szóval hasonló sorozat, arra is irányul, szóval lehet mondani, hogy loptam az ötletet, de legalább én más indexképet használok, és más címet. Az nem ugyanaz, hogyha egy merítesz ötlete, például most tegyük fel, vagy egy külföldi videós, megcsinálj Minecraft Challenge-et. Csomó magyar megcsinálta, te is megcsinálod. Más néve, más indexképe. Oké, teljesen ember van. Hogy ugyanaz az indexképe, ugyanaz a néve megcsinálod, oké, más tartalom, de attól kopi ugyanúgy. Ha már cím más indexkép lenne, akkor oké, rendben, mejteted az ötletet, semmi baj, de így kopi, érted? De az a baj, egész live-ban csak erről beszél, PGT Dani kopi, nem kopizom PGT Danit, oké, hogy kopizom, de ez nem kopizás, oké, kopizom, de engem nem érdekel, de nem kopizom, oké, kopizom, elismerem, de igazából nem úgy, de így, hogy nem, de össze van az alulózó szegény gyerek, így beszél, hogy most beszéltem. Nem tettük semmi, az nyugodtan kiléphet ebből a hülye live-ból, és nyugodtan le... Hülye live? Végülis azt nem akartam kimondani, de így, hogy mondod, akkor hát legyen akkor hülye live, oké. Okay. Egyet, hogy megy, nézd más videósokat, nyugodtan. Van önkritikája. Nézzétek meg, hol van, Crafting Club CL. De megint őt adja be. Nem még videókoztam fel rá is. Oké, okay, igen. Figyeltek. És hogy jön ide a képbe? Itt van, Braszka, tessék. És? Életkori igazolások-e? De itt van, egyszerűen, itt van. De most az, mit akarsz mondani? Oké, itt van, szeretem a nézők, szeretem titeket, nézők. Oké, szép. De ez most mit akarsz mondani? Most akkor tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy te hiszeted a nézőidet, csak nem akarod kimondani? Vagy most mi a franc? Zsini, konkrétan rámentél erre a csatornára, sok ide a közösségbe, és akkor szeretem nézők, és akkor elkussolt. Ez mit akartál mondani most? Hát mi ennek ír? Igen. És akkor hogy jön ide a témához, hogy PGT Dani kopi? Na, értek, én ezt nem hiszem. A csatorna. Tehát, hogy Hello Bra... A te csatornád. Hoppá, várjátok. Társa hívad, jó. Tehát, hogy, na, értek, én ezt nem hiszem el. Tehát, hogy Hello Brian visszatért a Minecraft-ba. Első rész, társa hívad, jó. Nem érek el. De most, de hogy jön ide a témához? Légy szíves, valaki írja már meg, hogy belép a csatornába, odalép a közösségbe, és akkor szeretnél titeket nézők, és akkor ó, ilyeneket én látjátok, de ezt nem hiszem el. Hírom rá, első évad sorozat, hogy oké, engem nem érdekel, és akkor ennyi. Most akkor mit akart ezzel mondani? Dani kalandok. De hát ott vagy Dani kalandok, és akkor ott vagy Ricsi Minecraft, meg ilyesmi. De az embereknek nem... Ricsi Vidik! Na jó, várjatok. Ugye nem mondod, hogy van Ricsi Vidi is. A Ricsi Vidi! Srácok! Na jó. Srácok. De... De ugyanaz. Ugyanaz a kettő.
És ez Dani vidékez meg Ericsi. És ugyanazok a tartalmak. Májkra, hidrológus, prés, de ez PG-t idani töltötte föl, de... Jó, hol alszanak szó? Szóval, nézzük, négy feladkozó. Hogyan kezdett Ricsi Minecraft? Na, erre kiáncsi vagyok mondjuk. PGT Dani skine van. PGT Dani skine. De meg, hogy a csatorna kopi, még a Minecraft Jaj kopi. Oké, a telefon csinál, de ott a PGT Dani skin. És hogy ismerkedtem meg vele? Igazából volt egy nagyon rossz gépem, ahol GTA-ztam a haverommal, mert igen imádtam GTA-zni. Ilyen GTA San Andreas volt, mert minden is igazából egyszer ugye úgy vettem a gépet, hogy le volt töltve, ez a Minecraft, ugye, és pont ez a verzió, mert minden, és igazából, ugye, egyszer megnyitottam úgy csak szórakozásból, kíváncsi vagyok, hogy mi, és utána elkezdtem vele játszani, mert nagyon megtetszett ez a játék, mert minden igazából, és utána... Jöjj, gépeve, jó mindegy. YouTube-ra elkezdtem néztem, hogy hogy vesznek fel ilyen videókat, már mind... Hát biztos nem így! De és igazából, utána meg én is elkezdtem, szóval jó, úgyhogy igazából ennyi. Hát biztos nem így vesznek fel videókat, már bocsánat, de oké. Okay. De ez kikészít. Szóval Ricsi kalandok, Dani kalandok, Dani game, Dani vidik, Ricsi vidik, Freshcraft, PGT Dani, mi jön még? Mi jön még? Ha? Valami úgy YouTube csatorna, ami például, nem tudom, mondjuk, hangszóró craft, hangszóró vidék, hangszóró game, vagy valami ilyesmi nem lesz még, vagy most hol tart a társadalom? Mindenkinek a csatorna nevét kopizni kell, mindenkinek minden képét kopizni kell, mindenkinek a videó ötletét kopizni? Mit érsz erre? Lesz rajongó táborod. De azért, mert PGT Dani jellegű videókat csinálsz. Mi látszik, hogy nagy Dani fan. Szóval be van, jó, Fresh Command, őket is szoktam nézni. PGT Dani-t is szoktam nézni amúgy, de látszik, hogy itt vagy PGT Dani, nagy PGT fan. PGT Dani fan. Két egy jó pár szó, és egyszerűen nyugodtan leiratkoztok, srácok, nyugodtan, mehettek a fenébe, nyugodtan. De ez az én van pofám, arcanál nem pofázunk az életlenség. Ez azért van arca, hogy menjetek a fenébe, srácok. Kinek kell 400 feliratkozó, meg elég szökém nullával, és menjetek a fenébe, kinek kell, De komolyan, mit képzel magáról? Igen, ez kiért egy jó pár szó, és egyszerűen nyugodtan leiratkoztok, srácok, nyugodtan, mehettek a fenébe. Mehettek a fenébe, mehettek a fenébe, így fogok beközni, sziasztok, srácok, én mi vagyok, mehettek a fenébe, sziasztok, ennyi. Vége a videónak. Mit szóltok? Akik itt szeretnek, hogy nem azok néznek, akik nem azok meg elmehetnek nyugodtan hazafele, azt engem nem érdekel. Mehetek hazafelé. De, várj, otthon ülök, és nem szeretlek téged, akkor hova menjek? Ki a mezőre? Te. De, nézzük meg Blacket most. Black 1002. És most megint, hogy jön ide Black 1200? Nézzük meg, srácok. És akkor... Most nem megint, most ő hogy jön ide? Jelent, igen. Hogy... Igen? És akkor... Na, nézzük, hogy milyen videókat és nem. Tessék. És mi között hozzá? Megkeltem a barátunk kezét, oké. Okay. És... Oké, okay, jó. Most nem Blackről van szó. Most a PGT Daniról és rólad. Te kopizod PGT Danit. Blackhez mi közel? Jó, annyi, hogy PGT Dani barátja. Ennyi. De... Ennyi. Ilyeneket csinál. És? Hello. Most nem is! De most ilyeneket csinál! Nem arról beszéltünk, hogy Blackről kopizod, hanem PGT Daniról. PGT D-A-N-I or kopizó. PGT Dani copyright. Hát nem copyright, copy, igen. Ez, de aztán rohadtul tudod, hogy ez van. Hát ez biztos kamu, mert ráni, de akkor az azt jelenti, hogy egyből kamu, hát nyilván. De... de basszus, ott az intro, haver. Csak hát most ugye, mindegy, hagyjuk, nem érdekel. Jó van, oké. És minden két napot fogunk találkozni, szóval ott is ott lesznek, remélem meg minden. És amúgy köszönöm, hogy voltak ebben a sorozatban is, mert minden, szóval tényleg köszönöm. Szóval jó, úgyhogy sziasztok! Tessék! Te visszahangzott, valami folyosón vetted fel ezt az egészet? Itt van, minden ilyen, mondtam a Maya. Itt van. 1,2
És egy kérdésem lehet, de egy gombóc, az a te ötleted, vagy PGT Dani? Mert amikor néztem PGT Dani a koporsóját, videóját, akkor ott volt gombóc. Szóval akkor most gombóc nem kopi, vagy kopi? De most kíváncsi lennék a válaszodra. Na, kedves Brashcraft. Ha eljutottál idáig, akkor elmondom a teljes véleményemet. Szóval, most mondhatnám azt, hogy trash-ek a videóid. Nem azok, csak rossz a minőség. Rossz a minőség. Mi az a évadom? Nézzük meg. A Musical Testvére Sztorinak a második évadja április 18-án kezdődik pont 9 órakor, és minden két naponta fogunk találkozni, mert minden szólja. Na, micsoda véletlen, srácok! Na, ezt még egyszer megjelenzem. Nem pont ugyanaz, amit kerestem. Még igazából volt, láttam YouTube-on, itt tudjátok kreálteni ilyen rövid sztorikat. És akkor telefon meg lehet nézni őket, legalábbis egy telefon, meg tudom őket nézni laptopon. Tudjátok ilyen rövid shortok, vagy hogy hívják? Sztorik. Na. Rövid YouTube sztori, mint a Insta sztori, csak itt rövid videó. Értitek, 20 másodperces videó kb. Ott Péket Dani mondta, hogy április 18-án mind a kettő videó még ilyesmi. Úgy, mint a Ricsi. És akkor most nem találtam meg azt a videót, de találtam egy hasonlót. A Gonoszi Kertestvér második évadja, harcok, csaták, izgalmak. Nem sokára, április 18-án a PGT Dani csatornán reggel 9 órakor. Mit mond Ricsi? Ugyanaz, kettő évad, április 18, Gonoszi Kertestvér, mint a PGT Dani teljes mértékben. Itt annyi a különbség, április 18-án a PGT Dani csatorn. Hogy itt a kis meg ő, de igazából szinte ugyanaz. Kicsit megszerkesztette, de kettő évad április 18 Gulasiker testvérem. Kettő évad április 18 Gulasiker testvérem. És ott a PGT Dani skin. Nincs itt, ez oké, de igazából ugyanaz. Attól függetlenül, értitek? Gonoszikál testvére sztorinak a második évadja április 18-án kezdődik pont 9 órakor, és mind... Micsoda véletlen! ...nál reggel 9 órakor. Micsoda véletlen! Szóval, összegzésbe, copy, videó, a csatorna indexképe, a Ricsi kalandok, a Ricsi izé, Minecraft, Ricsi game, Ricsi védik, mint PGT Dani kopik. A Brashcraft az egyedülálló, ami nem. Copy index képek, copy címek. Néha-néha becsúszanak, hogy olyan videók, ami PGT Daninak nincsen, de az nagyon ritka. Aminek például 10 000 forintos bujocska. Mint a PGT Dani-nak lett volna ilyen videója. Szóval, ja. Ez a egy barátság vége lett. Minecraft-ba indexkép iszonyú szar. És ráadásul ugye az a videó cím, mint PGT Dani-ra. Szóval kb. PGT Dani csatorna csak sokkal rosszabb minőségbe. Meg az intro, mondom, fülsekítítő. Mit szólnátok, hogyha minden videó elején ezzel az intro? Mondom, örülnétek neki. Brashcraft, itt bevágok nekem, sőt, a videó, ha megnézted a videónak az elejét, gondolom meglátod, hogy milyen egy rendes intro, jó minőségű, jó meganimált, meg minden. PGT Dani az. Jó tanács, törzs le és vág ki belőle, de az jó tanács, mivel úgyis lopott, szóval. Összvélemény, kopi csatorna, rossz minőségbe, ennyi. Más nem tudok róla mondani. Az a baj. Szóval lehet, hogy Brashcraft most meg fogsz utálni engem, de ez a véleményem. Oké, van most, lefrissítem a YouTube-ot. 423 feliratkozód. Egy nap alatt jött 400 feliratkozód, nekem csak 200 feliratkozód, de legalább én normálisan meg mindent, meg család a PGT Dani-s tartalmakat. Meg utálkozol, hogy te nem kopizod őt, meg ilyesmi. Most próbáljuk rád iratkozva, mert igazából most miért ne, de... Ilyen csatornákat az a baj nem nézek, akik kopizzák a másikat. Folyamatosan, indexképileg, minden. Kezdj a videót vágni.
kezdnem PGT-dan is tartalmakat csinálni. És a csatornaképet cseréld le valami egyedire, sajátodra, amit te csinálsz meg, te készítesz el, te photoshopolod meg, te izéled meg, nem csak hogy letőtöd aztán, ha jön a pénz meg a zsuzsetta, nem. Nem tudom, mennyire igaz az, hogy 8-tól 7-ig dolgozom, szerintem sem ennyire. Most csak belenézzük egy videójába, jó srácok? Most amúgy, hát egy órány vagy a videó, nem érdekel, na. Na, hát szavaztok srácok, nincs vagyok is ebben a videóban. Meg fogom tolkni gondolkodni. Pont arra van velem erre. Szóval, ja, úgyhogy Szóval, ja. Ezt a döntés utott így eszembe, premierként meg most így. Merre plusz videó, mert minden, szóval, ja. Picit meg van fázva, szóval ezért előre is bocsi. Ja, meg van fázva, oké, akkor jó bulást. Cseppesse kopi. Gombóc. Hát én egy bőteket fogom, mert nem úgy látszik, mint a vágott lett volna. A minőség szar. Elkezdett, mert általában nézem a videót, azt látom, hogy mobizent. Megfogja, leállítja, aztán például, amikor elér egy másik jelenethez, ahol folytatja tovább, elindítja. Az nem egyenlő a vágással, fiam. Vágás, amikor 4 órákat tűz a gépnél, és vágsz, teszel be effekteket, stb. Csinálsz indexképet, stb. Végesi. De ahogy rányomsz a mobiza logóra, és leállítod, utána elindítod majd, mint egy vágás lenne, az nem vágás. Az csak leállítás, szünetetés. Szüneteltetés. De az nem vágás, csepese. Meg a vágsz is, szerintem azért 7-től 8-ig. Vagy 8-tól 7-ig, azért nem. De hogyha igen, akkor nagyon nagy baj van veled. Azt javaslom, hogyha sokat akarsz vágni, akkor nem tudom, kezd el reggel, és aztán fejezd be délután például. Ha reggel vágsz, reggel például 10-től, mit tudom én, délután 2-ig. Aztán még van vágni való, lemented, holnap folytatod, vagy egész ott dolgozhatsz rajta, csak aludjál is. Egy dinamit kell még. Ja, hol van dinamit? Figyeljetek! Ez a vékony hang. Irritáló. Laggos Minecraft minden. És akkor, gyors meg rátérnék a megtekintéseire. És utána már tényleg vége. Nem rabolom tovább az időtöket. Bár szerintem, hát ez a videó lesz ilyen 50 tekintés, szerintem abból csak ilyen 10 néző jut ide. Na mindegy. Legnépszerűbb, hát 13 az emet tekintés. Hát igen. PGT-dan is tartalom, hát most. 4300, 2800, 1600, igen, hát buknak. Én nem fogok ki erre vetemenni igazából most. Hát, nem tudom, tiszta kopi. Social Blade-en nyissuk meg. Igen, 41 dollárt keres állítólagosan. Hát, kopi. Ennyi a lényeg. Hát azért, aki vágyik egy PGT Danis videóra, csak sokkal szarabb minőségbe, sokkal szarabb hangminőségbe. Ennek ajánlom a Vereskraftot. Viszont én Dani voltam. Ja, és miért vége lenne a videónak? Miért vége lenne? Miért vége lenne? Miért vége lenne? Miért vége lenne? Vereskraft, hogyha most videóban, gondolom live-ban reagálsz, a nézőknek üzenem, hogy ne támadjanak le engem, és az, hogy igazából ne ugassanak le engem, mert ne szindjak le engem. Azért, mert véleményt nyilvánítottam ki. Ami amúgy az igazság is. Szóval ennyit akartam. Ja, és válaszodat követelem. Szóval nem annyit kérek, hogy hát én nem kapizzak, hát én ben vagyok fázva, hát én nem azt a héti dolgoznak a videókon. De nem kopi, neked csak 200 feliratkozód van. De, nekem több van.
Nem érdekelsz, le lehet iratkozni, mennyi az a magadnak. Nem érdekelsz, leszarlak. De te is a utálom közé tartozol, nem kell néznem a videót, hogy nem ezt a választ követelem, hanem egy rendes választ. Egy rendes választ, hogy mi a kérdésemre válaszol, hogy mi kopizott PGT Danit, és ennyi. Ja. És nem mondasz, hogy nem kopi, mert itt voltak a bizonyítékok, szóval ez teljes mértékben kopi. Ennyi. Tehát nem rosszat akartam, mert kapta, csak ez a vélemény. Nyilvánítás kicsit erősebb fajtában. De viszont mentem, sziasztok.